700 milliárd forintos keretösszeggel indult, majd megemelte a magyar kormány 1000 milliárdra, és most további 200 milliárddal, tehát 1200 milliárd forintos keretösszegről beszélünk, és hogy mivel kapcsolatban egészen pontosan, itt van már az Exim Magyarország vezérigazgatója, Kiss Gergely Kornél. Jó reggelt kívánok itt a stúdióban, hiszen Exim Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram próbálják a magyar vállalkozásokon keresztül a gazdasági növekedést elérni tulajdonképpen itt Magyarországon a kormány. Minek köszönhető az, hogy folyamatosan látható ez a fejlődés? Ugye 700 milliárdos keretösszegről indultunk, és most már ott tartunk, január 15-e óta 10 napja, hogy 1200 milliárd forintról beszélünk. Igen, tehát tavaly körülbelül ilyenkor jelentettük be a Baross Gábor hitelprogramot, akkor egy 700 milliárdos keretösszeggel. Ez, erre azért volt szükség, mert látható volt már tavaly, hogy a 2023-as év az gazdaságilag nehéz lesz, a vállalkozások számára nehéz lesz ezt az évet túlélni. Az energiaáraknak az áthúzódó hatása még éreztette a visszahúzó erejét, illetve teljesen unikálisan volt egy nagyon erős monetáris politikai szigorítás. Az unikális alatt azt értem, hogy a reálkamat az a régióban messze Magyarországon emelkedett a legmagasabbra 2022 végére, talán a világon az egyik legmagasabb reálkamat alakult ki, ebben a környezetben ellehetetlenült a hitelezés. A kormány meg akarta akadályozni, hogy egy ilyen credit crunch állapot alakuljon ki a vállalati hitelpiacon, ezért indította útjára a Baross Gábor hitelprogramot. A kezdeti nagy érdeklődés miatt a 700 milliárdos keretet azt gyorsan 1000 milliárdra emeltük, ezt a tavalyi év végével sikerült teljes egészében leszerződni, ez nagyon nagy mankó volt a vállalati hitelpiacnak, ennélkül a program nélkül reálértéken 40%-kal esett volna vissza a vállalati hitelezés, és hogy a tavalyi év második felében már elindult egy örvendetes folyamat, hogy elkezdett emelkedni a kibocsátás, ennek köszönhetően a reálbérek is emelkedni tudtak, hogy a programmal meg tudtunk menteni sok vállalkozást, és ezáltal el lehetett kerülni azt is, hogy a munkanélküliség megemelkedjen, viszont az idei év az már a növekedés folytatásáról kell, hogy szóljon, és ezt gyorsítandó emelte meg a kormány a 1000 milliárdos keretet 1200 milliárdra, ez január 15-e óta elérhető, nagyon intenzív a kereslet, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez néhány hónap alatt le fogjuk tudni szerződni, és az idei évben ez sok beruházásnak a megvalósítását fogja tudni biztosítani. Hány vállalkozásról beszélünk hozzávetőleg? Két komoly hitelprogram fut párhuzamosan, egyik a Széchenyi kártya, ami inkább a mikro és kisvállalkozásokat érint, itt van a tömegében a nagyobb vállalatok, de ezek ugye kisebbek és kevesebbet foglalkoztatnak per darab. Mi az e fölöttiekre lőttünk, tehát a közepes és a nagyobb vállalatokra, ebben a vállalati szegmensben az elérésünk az 15%-os volt, tehát a 250 főnél többet foglalkoztató vállalatoknak a 15%-a vette igénybe tavaly a Baross Gábor hitelprogramot. Milyen iparágakban tevékenykednek ezek a vállalatok? A tavalyi évben nem volt iparági megszorítás, de úgy, így is úgy láttuk, hogy a legtöbb kereslet az a feldolgozóiparból jött, illetve a nagykereskedelmből, ezek ketten ugye a 50%-át lefették a hitelkérelmeknek. Az idei évben itt már szektoriális megszorítások vannak, és a kiemelt ágazatokra fókuszálunk, autóipari beszállítók, élelmiszeripar, turizmus, vendéglátás, IT, ezek azok a szektorok, amik igényelhetik a hitelprogramunkat. Miért pont ezek a szektorok? Úgy látjuk, hogy itt van a legnagyobb növekedési potenciál, részben azért, mert ezeket a szektorokat érintette a leginkább a tavalyi évi visszaesés, és azért itt a normalizáció is gyorsabb lesz. Másrészt pedig olyan szektorok vannak itt, mint például az autóipari beszállítók, vagy a gyógyszeripar, amelyek hosszú távon is a magyar gazdaságnak a kitörési potenciálját jelentik. Hogyha valamely vállalkozás szeretné igénybe venni ezt a hitelt, akkor mit kell tennie, hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Ezt a kereskedelmi bankokon keresztül juttatjuk el a vállalkozásokhoz, illetve leasing partnereken keresztül, tehát elsősorban azt javasolnám, hogy őket, a saját bankjukat, a saját leasing partnerét keressék meg, úgy tudnak a leggyorsabban végigmenni a folyamaton.
Mennyi ideig tart amúgy egy ilyen folyamatnak a végigvitele? Csak hogy hogyan lehet ezzel kalkulálni? Hát ez banktól függ, hiszen a hiteldöntést és a kockázati döntést azok a bankok és a leasingtársaságok hozzák meg. Ugye ez azért egy beruházási hitel esetében attól függ, hogy mennyire van előkészítve az a beruházás. Azért ez egy-két hónapot is igénybe vehet az első találkozástól a szerződés aláírásáig. Nyilván a leasing esetében ez gyorsabb, az néhány hét alatt is le tud menni. Az Exim számára fontos, hogy támogassa a vállalatok külföldi kifektetéseit is, logisztikai szállítmányozási termelőeszközök finanszírozását, illetve a fenntarthatóságot, az energiahatékonysági átállást támogató beruházásokat. Miért olyan fontosak ezek önök számára? A kifektetés az, hogy a magyar vállalkozások a külföldi piacokon ne csak exportőrként jelenjenek meg, hanem saját lányvállalataik is legyenek. Ez egy régóta meghirdetett gazdaságpolitikai cél. Ennek a végrehajtásának az egyik eszköze az Exim Bank. Mi itt finanszírozással tudjuk segíteni ezeket a vállalkozásokat. Ugye az, hogy legyenek magyar tulajdonú, magyar központtal rendelkező nagyvállalataink az egyértelmű alapfeltétele annak, hogy itt a közepesen fejlett gazdasági helyzetből át tudjunk lépni a fejlett gazdaságoknak a sorába. Van már néhány ilyen, de többnek kell lennie. Ezt hivatott segíteni. Az energiaátállás pedig mindenki számára világos, hogy ez egy szükséges dolog. Nem csak a klíma célok elérése miatt, hanem azért is, mert ahogy ezt láttuk, az energiaárok azok nagyon gyorsan nagyon nagy magasságokba ki tudnak lőni, és ez nagyon kellemetlen helyzetre tudja hozni a magyar vállalkozásokat. Hogyha kevesebb az energia felhasználásuk, akkor nyilván ez egy kezelhető mértékű sokkot jelent majd a jövőben esetlegesen számukra. Kis Gergely Kornél, köszönöm szépen. Én is köszönöm.